Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy velünk kezdik a napot, és köszönöm Szabó Rebekának is, Zugló PMS a polgármesterének, aki a mai első vendégünk, és ezért ő segít a sajtószemlében, amely hát nem egy könnyű helyzet ma egyébként, mert sajnos nagyon eseménydús reggelre ébredtünk. Igen. Egyrészt meghalt Eszterházy Péter, és ezzel tele vannak a címlapok, de a világ sajtó is egyébként. Meg hát az is rettenetes, ami Nizzában történt, ez még benne sincsen a nyomtatott lapokban, de menjünk sorba, Eszterházy Péter. Mit lehet ilyenkor mondani? Hát őszintén szóval egyrészt természetesen mély együttérzés a családtagokkal, másrészt pedig azt gondolom, hogy hatalmas tragédia. Ugye csak 66 éves volt Eszterházy Péter, tehát még azért bőven... Gondolom, ugye az ő gondolatai és az alkotásai, amiket eddig megosztott velünk, azt gondolom, hogy ez is hatalmas veszteség, ami érte az egész országot az ő művein keresztül, és azok a gondolatok, amiket ő képviselt. Tehát mind embert is, mind írót is. Hát így van, és annyira remélte az ember, hogy meg fog gyógyulni. Így van, és így van, ez tényleg borzasztóan szomorú. És hogy még sokkal több évet kapunk vele. Nincs a címlapokon az, ami Nizzában történt, de hát természetesen minden erről szól ma reggel. Mintha még olyan nagyon meg se lenne lepve az ember, hiszen egész nyáron feszülten számítottunk rá, hogy valahol valami történik. Igen, és sokszor mondták, hogy talán majd a labdarúgó Európa-bajnokság alatt, de hát gondolom ott fokozott volt a készültség, és mondjuk ugye az, hogy pont a francia nemzeti ünnepet ünneplő tömegbe hajtott bele ez a kamion, hát... Tényleg erre nincsenek szavak. Én nagyon remélem, hogy végre ezen indít egy olyan egységes európai fellépést a terrorizmus ellen, ami tényleg a megelőzésre fog koncentrálni, és hogy talán hatékonyabban fog tudni Európa védekezni ezek ellen. Az ügyek ellen egyébként egyelőre nincsenek erre szavak, tehát ez egy borzalmas tragédia, rengeteg halottal. Nézem közben a nyomtatott sajtó címlapjait. Magyar Hírlap azzal foglalkozik, hogy veszélyt jelent Magyarországra az új brüsszeli migráns tervezet. Lázár János szerint további milliók meghívását okozhatja az Európai Bizottság betelepítési programja. 26-án pedig júliusban egyébként a miniszterelnök kezdeményezésére Budapestre látogat az osztrák kancellár. Hát ugye már zajlik nyilván a kampány az október 2-i kormányzati népszavazás miatt. A Párbeszéd Magyarországért azt mondja, hogy október 2-án ne népszavazni erre az ostoba népszavazásra menjenek az emberek, hanem jöjjenek velünk, egy demonstrációt szervezünk, egy erőszakmentességről szóló demonstrációt a Kossuth térre október 2-ára. Még az osztrák kancellár látogatásához kapcsolódik egyébként, amiről szintén a Magyar Hírlap ír, hogy egyre szilárdabb szövetség alakul a határok védelme és az embercsempészek elleni harc érdekében Ausztriával, de önöket közvetlenül is érinti, ami szintén címlapon van a Magyar Hírlapban, hogy a Sonda Ipsos, az Ipsos új kutatása szerint a Városliget használóinak 69%-a ért egyet azzal, hogy új korszerű intézmények kerüljenek a ligetbe, hogyha a park zöld felületét is fejlesztik és növelik. Ugye ez most már a sokadék közvéleménykutatás ebben az egész ügyben. Úgy tűnik, hogy az eredmény attól függ, hogy ki rendeli meg a közvéleménykutatást, és pontosan hogy teszik fel a kérdést. Közben egyébként a Városliget ZRT bejelentette, hogy győztek a favédők, mert egyetlen egy egészséges fát nem fognak kivágni a jövőben, csak áttelepítenek. Győztesnek érzi magát? Ez így van. Sajnos olyan szempontból fontos győzelem, hogy komolyan veszik a ligetvédők tiltakozását, és bár ugye prezentálják ezeket a nagyon pozitív közvéleménykutatásokat, de azért ott vannak ugye azok a közvéleménykutatások is, amelyek ennek, ha nem is az ellenkezőjét, de azt mondják, hogy az emberek jelentős része nem szeretne új múzeumi épületeket a Városligetben, és ezt nyilván a Városliget ZRT is látja, és ezért próbálnak valamiféle kommunikációs trükkhöz folyamodni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 200 fa átültetéséről szóló bejelentések, ez sajnos nem több, mint egy kommunikációs trükk. Tehát fát átültetni az egyáltalán nem olyan egyszerű dolog, ráadásul csak nagyon fiatal fáknál van arra esély, hogy ez egyáltalán sikeres lehet, és itt sokszor az átültetés
alkalmával nem rögtön egy-két héten belül, hanem fél egy éven belül pusztulnak el ezek a fák. Tehát az is elképzelhető, hogy majd rendeznek egy ilyen nagy átültetési átadási ceremóniát, és aztán utána egy év múlva meg a fák 80%-a elpusztul, és ugye azzal semmire sem megyünk. Ráadásul ugye ezeket a fákat, ha át akarnak ültetni mondjuk akár egy picivel is idősebb fát, akár most egy ilyen 20-25 éves fáról beszélünk, ami azért még nem olyan idős, mint azok a fáknak a többsége, ami a Városligetben él szerencsére, akkor ezt jó alaposan elő kell készíteni. Fél évig, egy évig előtte párásítani kell, előkészíteni a gyökérzetét. Tehát ez egy hosszú, bonyolult folyamat. Én kétlem sajnos, hogy ennyi időre le fogják most állítani ezt a beruházást. Ezt mondta a Városliget ZRT illetékesei is, hogy ez hosszú és drága, de vállalják, hogyha erre van igény. Egyrészt, másrészt meg nem tudjuk, hogy hova akarják ezeket ültetni. Tehát ugye még a nincsen készen, igen, az a tájépítészeti terv, ami ugye eldönthetné majd, hogy ezeket a fákat végül is hova lehet elhelyezni, hiszen azért a Városligetben most megvannak azok a nagyobb terek, mondjuk a nagy rét, gondolom nem a nagy rétet szeretnék beültetni fákkal. És hát ugye itt arról is van szó, azért ne felejtsük el, hogy nem kizárólag a fák átültetése, vagy hogy hol vannak ezek a fák, hanem hogy a fák maradjanak a helyükön, és hogy azok a nagy múzeumi épületek, amelyek ugye mélyépítést jelentenek, tehát ugye a föld alatt is rengeteg szint beépítésre kerül, ezek úgy befolyásolhatják a talajvíz viszonyokat, hogy számos fa tönkre mehet úgy is, hogy ezeket egyébként nem tervezik kivágni, ráadásul jelentősen meg fog nőni a turista forgalom a Városligetben, amelyet szintén azt gondolom, hogy egy így is nagyon agyon terhelt közparkot nem e felé kéne terelni. Tehát én azt gondolom, és a Párbeszéd Magyarországért is azt gondolja, hogy nincsen helye ezeknek az új múzeumoknak a Városligetben, de hogyha ennyire szeretnek mondjuk a Városliget ingatlan fejlesztő ZRT szeret közvéleménykutatásokra hivatkozni, akkor inkább tartsák meg végre azt a népszavazást, amelyet ugye már Karácsony Gergő korábban kezdeményezett a fővárosi közgyűlésben is, illetve be is adtunk egy kérdést ennek érdekében. Kérdezzék meg a fővárosi lakosságot rendesen, demokratikus módon, hogy mit szeretnének, szeretnének-e új múzeumokat a Városligetben, vagy sem. Egyébként önök Karácsony Gergellyel Zuglóban, ha ma nem is, de majdnem minden nap címlapon voltak a Magyar Nemzetben az elmúlt napokban, vagy bocsánat, a Magyar Időkben, már nem a Magyar Nemzeté ez a feladat, hogy különféle botrányokat tárt fel a lap önökkel kapcsolatban, ezeknek a nagy része köthető valamilyen módon a Városliget projekthez, illetve az ellen való tiltakozáshoz is. Először is arra mutattak rá, hogy a Zuglói Önkormányzat Karácsony Gergely személyesen előterjesztett indítványára adott egy területet fővárosi kezelésbe, és ennek köszönhetően lehet megvalósítani egyáltalán az egész Liget projektet. Tehát kétszínűséggel vádolta Karácsony Gergelyt és önöket a Magyar Idők, mondván, hogy egyrészt lehetővé teszik a projektet, igen, de másrészt pedig tüntetnek ellene. Ez nem igaz, ugyanis annak volt rövid utcaszakasz, aminek az átadásáról szó volt, de ugye ez az állatkertnek kellett, ez kifejezetten az állatkert bővítéséhez kérték el, tehát ennek az ég adta világon semmi köze a Liget projekthez. Ez egy tény, és emiatt Karácsony Gergely sajtó helyreigazítási pert is fog indítani, és az összes többi cikke is ennek a kiváló újságnak hasonló. Elmondom azért a nézőknek, hogy miről szólnak ezek, például arról, hogy milliókat tapsolnak el különböző fogadásokra az Uglóban, például a kerület 80. születésnapjára. Ha jól emlékszem, a számra 1,3 millió forintért rendeztek egy fogadást, de osztottak muffinokat is az utcán a lakosoknak 860 ezer forintért összesen, ami a Magyar Idők szerint már az is olcsóbb lett volna, hogyha Daubnerből rendelnek mindenkinek süteményt. És volt egy másik ügy is, amikor azt mondták, hogy az egyik fő ligetvédővel, aki egyébként kertész, nagyon szoros együttműködésben van a kerület, mert hogy kertészeti munkákat végez, most már jó ideje, összességében milliókért Zuglónak. Tulajdonképpen elég szomorú, hogy ezek, tehát ugye a Magyar Idők képes mindent egészen elképesztő módon tálalni röviden. Igen, a kerületnek születésnapja volt, és születésnapi torta, ugye nem szerettünk volna a lakosságnak édességet adni, mert tortát nem lehet szabad téren osztani egészségügyi megfontolásokból, ezért kellett muffint rendelnünk, és ez a muffin, ez a mindennel együtt, tehát volt hozzá állvány, meg osztás, meg már nem tudom pontosan, hogy micsoda, de erről még az átlátszó.hu-n is megjelent a részlet,
részletes válasz és a részletes kimutatás. Szerintem a kerület 80. születésnapján néhány százezer forintot a lakosságra fordítani nem egy akkora összeg. Ami pedig itt a kertészről van szó, még az előző polgármester Papcsák Ferenc idején indult el egy virágzó zugló program, amiben részt vesz Megyeri Szabolcs kertész. Tehát ez egy régi program, amit mi folytattunk, pontos ugyanakkor a költségvetése, mint az az előző vezetés idején elindult, és ez nem kertészeti munkákról szól, hanem ez egy külön program, de mondom, ez még 2014-ben indult, és a lakosság nagyon szereti, tehát mi nem akartuk megszüntetni. Az, hogy időközben a kertésznek mi a véleménye a Városliget átalakításáról, hát igen, ebből is látszik egyébként, hogy nagyon sok szakmai... Ugyanez az úr dolgozott együtt a Papcsákféle kerületvezetéssel is ugyanebben a programban, találták meg személyesen. Nem, mi őt örököltük idézőjelben, de hát ugye ami jól működik, és azt mi nem szüntetjük meg, a mi vezetésünk nem így működik. És végül is nem olyan meglepő, hogyha valaki zuglóban a zöld területekért tesz évek óta, mint ahogy a Magyar Városliget. Igen, mint hogy a Tájépítés Szövetség számos komoly szakmai szervezet jelezte, hogy nem akar múzeumépületeket, és a közparkként szeretné fenntartani a Városligetet. Nem meglepő, hogy Megyeri Szabolcs kertésznek is ez a véleménye, de ez tőlünk totálisan független, és a Magyar Időknek az összes cikke az körülbelül ilyen falsúlyú. Tegnap még azt is mondták, hogy milyen felháborító, hogy Karácsony Gergely a születésnapját a Városligetben töltötte. Hát erre őszintén szóval nem tudok mit mondani. Ez legyen a legnagyobb problémánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm.